155 éve, 1867. április 13-án született Tegze Gyula jogász, egyetemi tanár. Jogi tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetemen végezte. Oktatói pályáját Kecskeméten kezdte. 1895-től a Református Jogakadémián a büntetőjog, a jogbölcselet és az erkölcstan tanára, 1908 és 1910 között a Jogakadémia igazgatója volt. 1901-ben a híres városban látott napvilágot jog- és állambölcseleti előadások vázlata című munkája. 1910-től Debrecenben a Jogakadémián, míg 1917 és 1937 között az egyetemen tanított, ahol a jogbölcselet és a nemzetközi jog professzora, az 1922-23-as tanévben az egyetem rektora volt. 1939. november 12-én hunyt el.